Sziasztok, köszöntök mindenkit egy újabb videóban. Rég nem volt videó. Hát itt az idő, hogy legyen egy. Nem mással, mint ezzel a Right, hogyha minden igaz. A neve. Hát mindent alapon nyomunk, mivel még nem játszottam ezt a videót, nem is néztem róla videót. Nem játszottam ezzel a játékkal. Fogalmam sincs, hogy milyen. De most majd kiderül. Lehet, hogy kellett volna menjek egy-két kört, míg belerázódok, mert biztos bénázni fogok az elején. De mivel ez a csatorna erről szól, hogy vágatlan videók, nincs semmi variáció, azt látjátok, ami valójában a játék. A hangom kicsit szar, mondjuk úgy, mert egy picit meg vagyok fázva. Egy picit nagyon. Hát én nem állítok semmit, lássuk, hogy mit tud így startból. Ez a játék. Így első benyomás nagyon jó, mert elég jól néz ki. Remélem, hogy nem olyan vészesen nehéz irányítani, mint általában motoros játékokat. Gondoltam, hogy visszatérésnek egy ilyen játék elég jó lenne. Szerencsére elég sok játék jelent meg az elmúlt időszakban, így úgy tűnik, hogy lesz mivel játszani az elkövetkező időkbe. Elég nagy a lemaradásom ilyen téren. Természetesen, ha minden jól megy, folytatjuk a Dying Light-ot is. Láttam, abból is jöttek ki még update-ek. Az 1.5-ös például, bár lehet van újabb is, de mint mondtam, nem igazán figyeltem mostanában. Meglátjuk. 5. helyen vagyok, az nagyon jó. Egyelőre. Szerintem. Régen szerettem nagyon ezeket a motoros játékokat, aztán nem igazán volt semmilyen értelmes, meg hát az irányítás az általában elég siralmas volt. Úgyhogy reménykedek, hogy ez jó lesz. Lenne fejeljük már a kerítést. Hát picit talán pörgősebbre számítottam, mint amilyen most ez a játék. Na de hát annyi baj legyen. De jó, hogyha neki mész egy kicsit így a kerítésnek, akkor nem bassz éjjel. A kommentben majd írhatjátok, hogy mikről szeretnétek igazán videót, és hogyha úgy alakul, hogy megvan a játék vagy valami, akkor vagy ha nincs meg, legfeljebb beszerzem, de írjatok nyugodtan, hogy miről szeretnétek videót, illetve hogy legyen-e ilyen mikrofonos, webkamerás verzió, vagy csak szimplán a videót. Dotta videókat nagyon sokan kértétek, jönnek azok is, ezután hát ha minden jól megy, ilyen formában mikrofonos, hogy azért engem is lássatok, meg hát lehet, hogy lesz ilyen webkamerás videó is, majd meglátjuk. Ezen a héten úgy, ahogy aktív leszek, eddig volt egy elég nagy szünet különböző problémák miatt, de főleg időhiány volt a probléma, ami most talán változni fog. Tehát ezen a héten megpróbálok minél több videót összehozni. Jövő héten ismét nem lesznek videók, esetleg amik már le vannak, vagy fel vannak. Na bazd meg! Tehát amik fel vannak véve, azokból lesznek videók csak. Nem sok van már felvéve, főleg Dota meccsek, de abból is kevés, és nem ilyen, nem tudom milyen menő videók. Jövő héten megint nem lesz második hely, nem is olyan rossz. Első játék alkalmából. Szóval jövő héten
nem lesznek videók, mivel megint nem leszek itt hol, így nem fog tudni játszani. De majd toljuk utána való héten ismét, szóval jövő héten nem lesz. Egyébként Pesten leszek, aki szeretne esetleg találkozni velem, vagy valami, az nyugodtan írhat Facebookon, vagy YouTube-ba kommentelni, hogy mégis kinek mikor lenne jó. Ha minden igaz, 2-től vasárnap esti ott leszek. Megyünk még egy meccset, csak lássuk, milyen motorok vannak még, mert ezekkel pénzbe kerülnek, akkor nem. Viszont utat azt cserélünk, egy ilyenre mondjuk. Még kezdő vagyok, úgyhogy ilyen béna úton megyünk, hoppá. Szóval aki akarna velem találkozni, az írhat, és meglátjuk, hogy tudjuk összehozni. Már van egy pár ember, akivel úgymond kellene találkozzak, de meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Nem ígérek semmit, mivel ott is nem szórakozni vagy kirándulni megyek, hanem munkaügyben, de elméletileg este azért úgy rá fogok érni, meg úgy reggel is egy kicsit, mielőtt megyek. Egyébként a Hung Expo-n leszünk kiállításon céggel, szóval ott is összefuthatok bizonyos emberekkel, akik esetleg járnak ilyen helyre. Meglátjuk. Most már kicsit jobban indul a szegény. Hoppá, egy kerekezés. Hát ezzel basztunk el két helyet, se baj. Poén kedvéért jó volt. Nem olyan egyszerű játék azért. Vagy csak én vagyok már túlságosan befásulva, mivel mondtam, nem igazán. Amikor úgy volt időm is, kis kedvem is, akkor nyomtam egy-egy Dota meccset, de nem vettem fel a nagy részét, mivel nem voltam úgymond annyira szalonképes, hogy most abból videót is csináljak. Nem mintha most annyira szalonképes lennék, de gondoltam mégiscsak legyen már valami aktivitás a profilomon. Videóeditálgatásokkal, másoknak, céges dolgok, kollégáknak videókat szerkesztettem. Ilyen dolgokkal foglalkoztam mostanában, míg nem nagyon jött videó, ezek elvették a szabadidőm nagy részét. Illetve hát dolgoztam elég sokat, úgyhogy ezért nem voltak videók. De most már, ha minden jól megy, akkor visszaáll a rend, és így, ha nem is napi szinten, de heti szinten jönnek majd videók. De örülnék, ha főleg írnátok, hogy mégis miből szeretnétek videókat látni, mert ne vesztegessem úgymond az időmet olyan videókra, amit úgyse néz, mert lehet senki, hanem olyat, ami tényleg érdekel titeket, mert az úgy az igazi. Hogyha látom, hogy van is értelme annak a videónak, vagy ilyesmi, nem csak úgy, hogy megcsinálom, aztán van rajta ott 20-30 nézettség, vagy annyi se. Aminek nagyon örülök, hogy annak ellenére, hogy kevés, jobban mondva szinte egyáltalán nem volt videó, nagyon sok feliratkozó érkezett közben, a megtekintések, tehát őszintén megmondva, a megtekintések se estek vissza olyan nagyon, tehát jó, ez túlzás lenne, hogy nem estek vissza, mert visszaesett, de nem olyan szinten, amennyire én gondoltam. Szóval talán nem késő még újra kezdeni az egészet. Tehát ez a lényeg. Hát ebből a játékból valószínűleg nem lesz több videó, bár bassza meg, hogy odaakad. Bár ha kéritek, akkor lesz videó ebből is még.
De inkább maradjunk az ilyen FPS árkád, meg ilyen kategóriáknál, szimulátor, ha van valami értelmes. Hát, mint mondom, tényleg nem tudom, hogy olyan nagyon nem is figyeltem, milyen játékok jöttek ki. Ezt láttam, hogy kijött, na mondom, így borító képéről, meg úgy képekről elég jónak tűnt. Mondom, miért ne. Hát ahogy úgy anyagilag úgy állok, majd a GTA 5-ből is jönnek videók is. Csak jelenjen már meg, meg hát legyen rá anyagi keret. De ha minden jól megy, nem tudom most már, mert elvesztettem a fonalat, hogy mikor fog megjelenni. De ha nem is megjelenéskor, de rá egy-két hétre jönnek majd videók abból is. Abból tervezek egy végigjátszást, mivel Xboxon már játszottam, de PC-n állítólag másabb lesz sokkal. Így, hát, ha minden jól megy, lesz belőle végigjátszás. Meg itt második. Na, nem baj, jó az öcsém, ne rázd a fejed. Ideges a csávó. Na, szóval, 2-5 videók azok több mint valószínű, hogy várhatóak. Mást így, hát nem tudom, hogy mi lesz még. Nem akarok olyat mondani, hogy lesz biztosan videó ebből, abból, amabból. Nem tudom. De tényleg az lenne a legjobb, hogyha írnátok, hogy mégis miből szeretnétek videókat, és annak függvényében én megpróbálok kéréseket teljesíteni. Gépfejlesztés idén, hát nem igazán erőlködtünk gépfejlesztésbe, ilyen plusz harddisk, meg ilyen dolgok voltak csak, amiket így máskülönben nem nagyon látott senki. Mármint nem túl, nem olyan anyád, nem olyan változások lettek, amiket érdemes lett volna videóba foglalni, vagy valami, de az elkövetkező időben, hát, SSD csere. Ezt már hónapok óta mind húzom, halasztom, de most már tényleg el fog jönni az ideje. Illetve, hát más igazából nem igazán lesz fejlesztve, mivel nincs rá szükség, a videókártya még mindig elég erős. A RAM-ot azt upgrade-eltük 16 gigára, ez idén volt, ha minden igaz. Tehát abból most már nem kell fejleszteni. Egyelőre feleslegesnek tűnik, hogy többet pakoljunk a gépbe. Ami még érdekes lehet, az hát az SSD csere lesz. Illetve még lehet, hogy össze fogok rakni még egy gépet magamnak, ami egy ilyen multimédiás gép lesz, ami kizárólag a tévére rákötve, mert most úgy van, hogy a gépre rá van kötve a tévé és a minden, de nem szívesen járatom ezt a gépet non-stop, de hát a, mondjuk meg őszintén, a villanyszámlának nem tesz jót. Így lesz majd egy, ez még a következő 3-4 hónap fejleménye lesz talán, vagy még tovább tart, mire upgrade-elünk. Upgrade-elünk, egy komplett gép lesz. Nem lesz bitang, annyi éppen, hogy Full HD videózásra egy-két harddisk kell, hogy azért lehessen filmet rajta tárolni szarásig, de ezt még majd meglátjuk. Vagy az is lehet, hogy ebből kiszedek egy 1 terás vagy a 2 terás videót, és bekerül abba a gépezetbe, ami úgyis full 24-be fog menni. És hogy költséghatékony legyen a dolog, hogy ne kell még harddiskre is külön költeni. Aztán majd idővel lehet, hogy azt is fejlesszük tovább. Még meglátjuk. De így ez a gép, ez majd kurva anyát, majd esetleg lesz egy, ez majd inkább olyan karácsony fele, egy videókártya csere, vagy lehet nem is csere lesz, hanem lesz még egy R9280X betéve a gépbe, és akkor crossba nyomjuk majd. Meglátjuk még az új játékok, hogy mennyire fogják szeretni a cross-t.
mert máskülönben nincs értelme fejleszteni, mert az a videókártya egyelőre erre a 2K-s felbontásra bőven elég. Hát ez a videó pont nem 2K-ba megy, mert nem támogatja az ultrawide-ot. Sajnos. És sajnálattal látom, hogy rengeteg játék még mindig nem támogatja ezt a felbontást. De ha látjuk, hogy így működik a dolog, az is lehet, hogy idén nem valószínű, de jövőre, hogy átmegyünk 4K-ra, akkor arra az AMD is hátadomborít valamit proci alaplap terén, és akkor lesz egy nagyobb fejlesztés megint, de ez mondom nem idén lesz. Idén tényleg nem tervezek semmit, esetleg egy másik webkamerát beszerezni. És kb. Ott ki is fújt ez az idei évi fejlesztések. Meg esetleg még egy Bika. Már írnak a cégtől. Szóval esetleg még egy jobb mikrofon. Meglátjuk, hogy mennyire fog bejönni ez a webkamera mikrofonos videók a nézőknek. Szóval nektek, mert ha látom, hogy nincs rá igény, akkor nincs miért fejleszteni ilyen téren. Előfordulhatnak, hogy jönnek majd vlog videók, illetve ilyen kisebb szöszmötölések, de ezt is tényleg csak akkor, hogyha látom, hogy kéritek. Máskülönben vlog videók nem lesztek, mivel feleslegesen nem fogok magyarázni a kamerába. Azok, hogyha lesznek is vlog videók, azok nem webkamerával lesznek felvéve, meg ilyesmi, hanem az egy DSLR-rel lesz, mivel az azért minőségi dolgot tud csinálni. Előfordulhat még, hogy beszerzek egy akciókamerát is, amivel majd így a nyarat, meg a az egyéb érdekes dolgokat majd fogjuk videózni, hogy történnek, mik történnek. Illetve lehet, hogy lesznek tutoriálok, szerver telepítések, virtualizációkról, meg ilyen finomságok, ami magyar nyelven igazából nem sok van, ami úgy tényleg megmutatja, mit hogy kell és minek van értelme. Szóval ilyen téren lehet, hogy lesznek változások, illetve a weboldal is most már csak el fog indulni. Ez az április még elég húzós hónap nekem meleó szinten. Májusban lehet, hogy megint megyek egy kiállításra, de szerintem az nem sokat fog bezavarni. És akkor utána azt tervezem, hogy beindul jobban minden. És jobban lesz időm fejleszteni, szerkeszteni, meg foglalkozni így a YouTube-os pályafutásommal. Mivel látom, mégiscsak van igény rám, és tényleg vannak emberek, akik mai napig nagyon hűségesen követnek, annak ellenére, hogy nem igazán volt semmilyen aktivitás. Írtatok elég sokan, hogy mikor lesznek már videók, hogy szeretnétek már látni, stb. Hát nem azért volt, mert nem volt kedvem, hanem tényleg inkább időhiány és fáradtság, és akkor a hiába, ha az emberek nagyon szarkedő van, akkor nem megy a videózásság. Most is ezt felveszem, oda teszem renderelni, és én már húzok is melóba. Valószínűleg, hogy innen be fogok majd lépni, és elkezdem feltölteni a videót. Meglátjuk. Egyre jobban megy ez a játék. Lehet, hogy lesz ebből is több videó. Nem tudom, még megválik. Meglátjuk, hogy mennyire fog nektek ezt tetszeni. De hosszú ez a pálya, basszus.
sokanyargós. A játékról így, hát első benyomásom elég jó róla. Nem gondoltam volna, hogy fog tetszeni. Csak nem láttam semmi értelmesebbet így hirtelen. Szóval azért esett erre a választás. Megmondom, mi a fene. Itt a nyár, úgyis motorszezon. Akkor csapassuk. Tényleg a 2.5-öt várom, azt eléggé. Remélem nem lesz nagy csalódás. És a gép is fogja bírni. Megnyertük. Ennyi. A hátteret ne nézzétek, mivel hát nem raktam rendet, tény is való. Na, egyre jobbak vagyunk. Hát, szóval ennyi lett volna ez a videó. Nem fogok túl sok hosszú videót csinálni, ennyi volt. A beszéd sem egy már látom, mert kijöttem a formából. Na, szóval ennyi volt ez a videó, hogyha szeretnétek valamit, vagy bármi kérdésetek van Facebookon elég gyorsan tudok reagálni mindenre, mivel melóból is nyugodtan tudom használni minden. Végna vagyok, most nézzétek el nekem. Hát ennyi lett volna ez a videó, kérdéseket várom. Ha tetszett, lájkoljátok, ha nem tetszett, akkor várjátok a következő videót, vagy haladjatok tovább. Nem kell olcsmárolni, se semmi. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!